feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. János evangéliumából az 5. fejezet 21. versével köszöntöm szeretettel a testvéreket Szent Háromság ünnepe után 16. vasárnapon. Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította. Ez a vezérfonalunk, és a mai napon erre a mondatra figyelünk, életünk el van rejtve Krisztusban. Különleges helyzetben szólal meg Jézus Lukács evangéliumában, az igehirdetés alapigéjében ezt a mondatot járjuk majd körül. Mit jelent az, hogy elrejtett életünk van Krisztusban? Az úrvacsora évében megint egy mondatot vihetünk haza, a mai mondatunk így hangzik: az Úr asztalánál ízelítőt kapunk a bűnbocsánat és az örök élet örömből. A hirdetésben pedig a következőket szeretném elmondani a testvéreknek. A tegnapi napon Nagy Börzsönyben iktatták be lelkészi hivatalába Barcsik Zoltánt. Zoli Lellével együtt itt volt 2 évig, Zoli beosztott lelkészként szolgált közöttünk, és tavaly került Nagy Börzsönybe. A gyülekezet most idén meg is választotta őt, és így került sor erre az ünnepségre. A gyülekezet részéről is köszöntöttük őt ott a közgyűlésen. Kérdettem azt, hogy október 10-én a Deák téren országos evangelizáció lesz. Ez az evangelizáció azonban idén tekintettel a járványhelyzetre is kicsit szűkebb körben lesz, regisztrációhoz kötött, és nyilván szabályokat be kell tartani. Éppen ezért online is közvetítik. A közvetítést szeretnénk itt a gyülekezeti termünkben is láthatóvá, hallhatóvá tenni, úgyhogy 9:30-tól itt a Bonyhádi gyülekezeti teremben várunk mindenkit október 10-én. Természetesen itt is kérjük, hogy a maszkokat majd használjuk, és egymástól úgy tesszük majd a székeket, hogy kicsit távolabb üljünk, de akkor legalább együtt lehetünk, még ha kicsit ilyen távoli módon is, azokkal, akik ott a Deák téren szolgálni fognak. Október 18-án, tehát október 3. vasárnapján, este 6 órai kezdettel Grillus Dániel és Sumonyi Zoltán 10 példázat című előadása lesz, és ezt követően, az előadást követően pedig lenne a gyülekezeti házban borkóstoló lesz, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Az előadás ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a részvételi szándékát egyrészt itt az istentiszteleteket követően is lehet jelezni, a részvételi szándékot, vagy pedig bonyhad@luteran.hu e-mail címen, illetve a 2824-3574-es mobiltelefonszámon is lehet jelezni. Azért fontos a regisztráció, hogy itt a templomban is tudjuk biztosítani a biztonságot, és csak megfelelő létszámban legyünk jelen. Isten áldása legyen a mostani istentiszteletünkön, és a 332-es énekünk lesz az első ének, a 332-es énekünkhöz lapozzunk, ezt követően pedig majd a 9-es liturgiához.
szívemet. Magasztalak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet örökké, mert nagy a Te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Énekeljük
ezt követően pedig a levélbeli igét hallgassuk meg. Pál Apostolnak Efezusiakhoz írott első leveléből a 3. fejezet 13. versétől a 21. versét a következő. Szeret az Úr, azért nincs még végül, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak, jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrj el, ha gyalázzák, mert nem vetel örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret, mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megeresüljék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjuk szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azért a dicsőség az egyházban Jézus Krisztus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istenet, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek én egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Az ige hirdetésre készülve a 355-ös éneket énekeljük.
és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, a 12. versről 14. versig tartó igeszakaszokat. A következő képen. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sátákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most a nyári időszakban és a nyári időszak vége felé rendkívül sok esküvő, baráti összejövetel, és ki tudja hányféle, miféle közösségi alkalom volt, hiszen nagyon vártak sokan ezekre az alkalmakra. És amikor így együtt van egy egymást jól ismerő csapat, nagyon gyakran sor kerül úgynevezett pohárköszöntőre. Ilyenkor megcsörrenek a poharak, és felkérnek valakit, hogy valami szépet, jót mondjon az ott lévőkre. És aki a pohárköszöntőt mondja, megpróbálja megfogalmazni a gondolatait, és mindenféle jó kívánságot mondani éppen a háziakra, vagy éppen az ünnepeltekre. Lehet, hogy már mi magunk is részesedtünk ebben a megtiszteltetésben, hogy pohárköszöntőt mondjuk. Azt gondolom, hogy valami ilyesmire kerül sor, amikor Jézust hívják meg vendégségben, és Jézushoz kerül a szó, Jézussal kerül a sor, hogy valamit mondjon a háziuknak. Mielőtt belemennénk Jézus szavába, jól tudnunk kell, hogy a zsidóságban ténylegesen hagyomány, gyakorlat volt, hogy a szombati napot nem csak úgy ünnepelték meg, hogy elmentek a zsinagógákban, hanem úgy is, hogy egymást hívták meg, olyan közösségi ebédeken, vagy éppen vacsorákon voltak együtt, amelyben egyike a másikát hívta meg. Talán így is erősítették azt a közösséget, amely közösségre igen nagy igényük, szükségük volt. Igen, azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk van a közösségre. Szükségünk van arra, hogy együtt éljünk meg örömteli pillanatokat. És a fehér asztal mellett, a terített asztal mellett jó megélni ezeket az örömteli alkalmakat. Amikor Jézus megszólal, a pohár köszöntője kicsit másként sikeredik, mint ahogyan azt talán többen látták. Jézus valami olyasmiről kezd el beszélni, amire nem számít. Mégis, hogyha belegondolunk, hogy mit mond, és mit kíván, akkor rájövünk, hogy ez egy tényleg igazi pohárköszöntő. Egyetlen egy fél mondatot hadd emeljek ki, boldog leszel. Igen, a boldogságot kívánja mindazoknak, akik ott vannak. A boldogságról beszél, amikor Jézus pohárköszöntő. Csak hogy a boldogságról igazából lerántja a leplet. Mi sokszor úgy gondoljuk a boldogságot, hogy itt a földi életben olyan egyszerű képletek alapján működnek dolgok. Én adok valamit, és aztán nyilván várom azt, hogy kapjak is valamit. Ilyen egyszerűnek gondoljuk az életet, ilyen magától értetődünk. Talán azért is van szükségünk közösségre. Mert megélhetjük ezekben a közösségekben is, hogy én valamit adok, és aztán kapok is ettől a közösségtől. És azt gondolom, hogy ez így van jól. Jézus azonban tovább megy, és azt mondja, a belső ember számára
ennél sokkal többre van szükségünk. A belső ember számára ennél sokkal nagyobb az élet, mint hogy egy egyszerű adok-kapok viszony alapján képzeljük el azt. És Jézus azt mondja a vendéglátójának, nagyon szép, hogy te meghívod a barátaidat, testvéreidet, rokonaidat, vagy éppen a szomszédaidat. Mert talán már meghívtak téged, vagy éppen arra készülsz, hogy majd valamikor téged is meghívnak. De hívd meg olyanokat, akik nem tudják viszonyozni. Hívd meg olyanokat, akiknek semmilyen lehetőségük van arra, sincsen arra, hogy ezt a megvendégelést számodra visszaadja. És itt jön elő, hogy mit értünk belső ember alatt. Látszólag nagyon távoli ez az ének ettől az egész témától, amit most énekeltünk Dietrich Bonhoeffertől. Attól a német evangélikus lelkésztől, akit a náci Németországban meggyilkoltak, kivégeztek. És mégis, hogyha megnézzük ennek az éneknek az ének verseit, rádöbbenünk arra, hogy igen, az embernek van egy olyan belső élete, van egy olyan nagybetűs élete, amit nem lehet csak így elhelyezni egy koordináta rendszerbe, hogy én valamit adok, és aztán ezért kapok valamit. Amikor megélek szenvedést, nehéz helyzeteket, vagy éppen megélek valami örömteli, sikeres helyzetet, akkor is valami sokkal többről van szó, amikor az életről gondolkodunk, mint hogy egyszerűen egy ilyen adok-kapok témában gondolkodjak el. Istenben kell megtalálnom az életemet. Krisztusban elrejtett élet az, amit élnem kell. És ez sokszor nem látszik, nem látszódó a másik ember számára. Belül kell megharcolnom, belül kell megélnem, hogy aztán, ha rátaláltam, valóban boldog legyek. Jeremiás, aki megéli, és látja sok embernek az életét, akik megélték Jeruzsálem pusztulását, a felolvasott ige szakaszban ugyanígy beszél. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Nem fogyott el írva. Minden reggel megújul nagy a terüsége. Igen, annak az embernek a képét tárja elénk, aki, hogyha nem is látszódik a mindennapi életben, a hétköznapi életben az, hogy sikeres lenne, boldog lenne, de mégis Istenben megtalálja azt a boldogságot, amire mindannyiunknak szükségünk van. Jézus pohár köszöntőjéből tehát az derül ki, hogy az élet több annál, mint ami a többi ember számára látványos lenne. Az élet több annál, mint hogy egyszerűen úgy képzeljük el, hogy én jót teszek a másikkal, és a másik is jót teszünk. Az életben nem a másik emberhez kell viszonyítani azt, hogy én boldog vagyok-e vagy sem. Nem a másik ember véleményére kell adnom, nem a másik emberhez kell igazítanom szavaimat, tetteimet, hanem sokkal inkább Istenhez. És valóban, amikor odaültetek az asztalomhoz olyanokat, akik nem tudják viszonozni, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy én ott valahol Istennel találkozom. Azzal az Istennel, aki a legnagyobb örömöt adhatja számomra, aki a legnagyobb boldogságot adhatja számomra. Nem az emberektől várom, nem az emberektől kérem számom, hanem Isten az, aki megelégít engem. És legyen bármilyen az életem, legyen olyan, amelyben úgy érzem, hogy itt semmiféle viszonzást nem kapok. Legyen olyan, amelyben rengeteg bántás, rengeteg szenvedés él. Mégis tudhatom, Istenben megtalálom a boldogságot. Erről beszél Pál is az efeszusiaknak, amikor szenvedéséről, vagy éppen megpróbáltatásairól beszél. És azt mondja, dicsőség ez.
Hiszen ebben, ezekben az élethelyzetekben érthetjük meg, foghatjuk fel, mi a szélesség és hosszúság, mi a magasság és mélység. És így ismerjük meg Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Szeretett testvéreim, egy egyszerű pohár köszöntőnek indul, de aztán Jézus az élet mélységéről beszél. Legyél boldog. Éld meg a magad életét úgy, mint aki nem a többi emberhez köti, méri, hanem ahhoz az Istenhez, aki nem csak az életet adta nekünk, hanem megváltást, megbocsátást, szeretetet is ajándékozott. Örök életem. Ez az, amihez mérhetjük. Ez az, amihez szabhatjuk az életünket. És Krisztusban megismerhetjük azt az Istent, aki valóban örömöt és boldogságot ajándékozhat. Ne a másiktól válik a boldogságot, hanem attól az Istentől, aki nekünk gazdagon megadhatja azt. Így álljunk meg most is ő előtte, és könyörgésünkben kérjük őt, szenteljen meg bennünket igéve. Amen. Istenünk, aki szent fiat kereszt haláláért megbocsátott bűneinket, és föltámadása által örök életre vezetsz bennünket, hallgass meg minket, amikor hálaadással könyörgünk hozzá. Könyörgünk önmagunkért és minden keresztény testvérünkért. Segíts, hogy minden szavunkkal és cselekedetünkkel feltámadott Urunkról tanúskodjunk. Tégy alkalmassá bennünket szolgálatunkra. Őrizd meg attól, hogy méltatlan viselkedésünkkel szégyent hozzunk szent nevedre. Könyörgünk hazánkért, népünkért. Őrizd meg minden bajtól és veszedelemtől. Könyörülj az egész teremtettséget. Szabadítsd meg a mulandóság átkától. Vedd le róla a bűn és a halál bilincsét. Hozd el hamar örök országodat, amelyben békesség és öröm. Könyörgünk azokért, akik most ebben a helyzetben is betegek, haldoklók körül teljesítenek szolgálatot. Adj nekik erőt, kitartást. Add, hogy a testi gondoskodás mellett az evangélium erejével is vigasztalják elesett embertársaikat. Könyörgünk mindazokért, akik a hitükért és az evangéliumért szenvednek üldöztetést vagy hátrányos megkülönböztetést. Segítsd őket, hogy mindvégig állhatatosak maradjanak, és a hit harcát győzelemmel vívják meg. Könyörgünk a betegekért, erősítsd és gyógyítsd őket, rendelj melléjük őrző angyalokat és segítő embertársakat. Könyörgünk a haldoklókért, tartsd meg őket az örök élet reménységében. Könyörgünk a gyászolókért, szent lelkeddel vigasztald és bátorítsd. Hallgass meg minket, Urunk, és újítsd meg életünket szent lelkeddel. Őrizd meg minket szeretetben, míg eljön a teljesség, amikor megváltott gyermekeidet összegyűjtöd örök országodban, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek tanítása szerint együtt valamennyien még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mint örökké. Amen. Végezetül vegyük Isten áldását. Isten lépve, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát tejjel, és könyörüljön rajta. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.